tegnap elmaradt az esti vers, mert nagyon későn értünk haza. Úgyhogy így mára maradt ilyen kombó. Ugye tegnap volt péntek, a Vénusz napja, a kapcsolódásé. Ma van szombat, az egyszerűség, a lemondás, a letisztulás napja. Úgyhogy egy ilyen kombinált kis mesét hoztam mára. Biztos ismeritek, én nagyon szeretem, mondtam már ezt itt nagyon régen, és most eszembe jutott, és úgy gondoltam, hogy akkor én ezt most elmondom, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. A szerző ismeretlen, de hogy fogjátok ismerni magát a történetet. Az érzelmek szigete. Egyszer réges-régen létezett egy szép és kicsi sziget. Ezen a szigeten éltek békében az emberi érzelmek és tulajdonságok. A humor, a jókedv, a büszkeség, a gazdagság, a szomorúság, a magány, a boldogság, a megérzés, a tudás és még sok más érzés és tulajdonság, melyek az embereket meghatározzák. Természetesen a szeretet is itt élt. Egy napon felröppent a hír, hogy a szigetet hamarosan az elmerülés fenyegeti. Ekkor a sziget lakói felsorakoztak a parton, hogy hajókkal elhagyják az elsüllyedő szigetet. Csak a szeretet nem állt készen még, ugyanis nagyon ragaszkodott a szigethez, és az utolsó pillanatig maradni akart. Amikor a sziget ténylegesen elkezdett süllyedni, a szeretet mások segítségét kérte. A gazdagság egy óriási luxushajón ült már, mikor a szeretet megkérdezte őt. Gazdagság, el tudsz vinni magaddal? Sajnos nem, válaszolta a gazdagság, mert a hajón tel is tele van arannyal, meg ezüsttel, és nincs már hely a számodra. Ekkor a szeretet a büszkeséghez fordult segítségért. Az ő hajója óriási volt, és nagyon, nagyon szép. Büszkeség, el tudsz vinni magaddal? Sajnos nem, válaszolta a büszkeség. Itt minden tökéletes, és esetleg kárt tennél valamiben. A szeretet ekkor a szomorúsághoz fordult. Szomorúság, kérlek, vigyél el magaddal. Ó, szeretet, mondta a szomorúság. Olyan szomorú vagyok. Nekem egyedül kell lennem. Nem tudlak elvinni magammal. Amikor a jókedv útnak indult, olyan elégedett és vidám volt, hogy meg sem hallotta, amikor a szeretet hozzá kiáltott. Majd hirtelen egy hang szólt a szeretethez. Gyere, szeretet! Én elviszlek téged. A szeretet olyan hálás és olyan boldog volt, hogy el is felejtette megkérdezni megmentője nevét. Később, mikor már mind szerencsésen partot értek, a szeretet megkérdezte a tudást. Tudás? Meg tudnád mondani nekem, ki volt az, aki segített nekem? Persze, válaszolta a tudás. Az idő volt. Az idő. De miért pont ő segített nekem? Erre a tudás így válaszolt. Azért, mert csak az idő érti, hogy a szeretet milyen fontos az életben. Szeretem ezt a kis történetet. Úgyhogy igen, nem volt egy nap, hanem a helyette kicsit kombinált történet. Legyen szép estét, vigyázz magadra, vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk. Sziasztok, szép estét!